gyakorlatilag mi egy ilyen kis kohézió lettünk, tehát mi fogjuk össze igazán a szexuális környékén lévő azokat a termelőket, akik még szőlőbórral foglalkoznak. Én 1976-ban az ÁFÉSZ keretén belül működő szőlőbor szakcsoportnak lettem a pincemestere. És hát nagyon sok istermelőnek a boraival találkoztam. Láttam azt, hogy hát vannak gondok a borokkal. És ott a vezetőségnek mondtam, hogy ezen valamit, mert mindig ez általában a filozófiám, hogyha valami van, akkor az hogy lehet azon javítani, vagy megoldani. És hát nagy szerencsém volt, hogy akkor még a nagy öregjeink, a Nagyferi bácsi, Fogarasi Marci bácsi, akik akkor híres nevek voltak ebbe a szakmába, hogy mellém álltak, és azt mondja, hát gyerek, igazad van, akkor valamit ki kellene találnunk, és akkor így gondolkodtunk ezen. És oda jutottunk 77-ben, hogy 77. január 24-én, hát alakítsunk meg egy kertbarátkört, ahol elsősorban szakmai előadások lesznek, bemutatók. Hát bíztak bennem, mert akkor én éppen a szakmámat Balatonbogláron kezdtem 74-ben, egy olyan állami igazgatóság, akkor az ország legnagyobb állami igazgatóság és legjobb állami igazgatóság volt most szakmailag. Akkor ilyen 25-26 évesen, hát még nem is gondoltam ebbe bele, hogy ebből mi lesz, vagy mivé fejlődik ki, de egyre nagyobb érdeklődés volt ez iránt. Szóval azt éreztem, hogy azok a idősebb szakemberek is érdeklődnek az új dolgok iránt, rájöttek arra, hogy tényleg a boraik minőségén azért lehet még javítani. És így elindítottunk első évben egy ilyen egyszerűbb programokat. Foglalkozásban mindig betettünk olyan programokat, hogy például ilyen gyakorlati dolgokat, hogy meccési bemutató, amit kimentünk. Ez is nagyon jó volt, hisz minden évben más termelőhöz mentünk, ami azért volt fontos, hogy egymás kertjét megismertük, egymás gyümölcsös és szőlős kertjét, és úgy valahogy a termelők is erre mindig készültek. És a másik, ami ilyen fontos volt az életünkben, mai napig is fontos, mind a kettő, tehát a meccési bemutató is, meg a borverseny. Hát mindig a verseny az motiváció, ahogy szokták mondani, tehát az fontos, hogy valahol megméressük azt, amit előállítottunk, vagy bármire készülünk. És hát ez óriási rangot ért el így 40 év alatt. Ma már elmondhatjuk azt, hogy szinte Szekszárd és környékén egyedül olyan borverseny, ahol a kistermelőket úgy összefogjuk. Ahhoz, hogy szakmai tudásod van, ahhoz egy közösséget összefogni, az kevés. Tehát ez később jöttem rá, hogy mennyi minden olyan dolog kell, amiben egy közösség összefogható, fenntartható, és esetleg még fejleszthető is olyan irányba, hogy az a közösség ne csak a programok miatt, hanem maga a közösség miatt is együtt maradjon. Ahhoz, hogy szakmai tudásod van, ahhoz egy közösséget összefogni, az kevés. Tehát ez később jöttem rá, hogy mennyi minden olyan dolog kell, amiben egy közösség összefogható, fenntartható, és esetleg még fejleszthető is olyan irányba, hogy az a közösség ne csak a programok miatt, hanem maga a közösség miatt is együtt maradjon. Mai napig is ez van bennem, hogy ahhoz, hogy tanítsál, ahhoz tanulnod kell neked is.